Ha szeretnél jól szórakozni és mellé nyerni 100.000 forintot, akkor nincsen más teendőd, mint sem feliratkoznod a harmadik csatornámra, amely az Elek Róbert nevet kapta. Ott van a link a profilomban lévő bióban. Fú, mik lesznek ott, előre készüljetek fel, és ne felejtsétek el, hogy 100.000 feliratkozónál sorsolás, mindenkinek sok szerencsét. Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig folytatni fogjuk a The Baby in Yellow-t, ugyanis kijött a Black Cat chapter, amelyet elkezdtünk már az előző részben, szóval, hogyha esetleg valakinek kimaradt volna, mindenféleképpen pótolja be, ugyanis rettentően jól sikerült, és baromira élvezetes az egész game. Hogyha pedig örültek a folytatásnak, akkor már most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Ha valaki pedig még mindig nem iratkozott volna fel ide a gameplay csatornámra, mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt? Na de jöjjön is akkor a második fejezetünk, amelynek az a címe, hogy The Laboratory. A robotunk sikeresen megcsinálta ugye a liftet, és akkor most neki hála, fel tudtunk ide jönni. Aha! Szia robot! Írtátok a komment szekcióba, hogy Newty a robotunk neve, és van már neve, szóval nem kell elneveznünk. Annyira kis cukorfalat még mindig. Jaj, azt hittem, hogy ledobtalak és ez fájt neked, de hát szerencsére nem. Nézzünk körbe itt, mégis mik ezek a festmények? Meg miért van ennyi alakon ugyanolyan maszk? Valami szekta lehet ez? A démon babánkról? Pedig miért van festmény? Hát nagyon remélem, hogy nem egy olyan dimenzióba csöppentünk bele, ahol tisztelik őt és istenítik. Nagyon hátborzongató az összes kép, na de nézzük meg, hogy itt mégis mi van. Ez egy ilyen súlyérzékelő téma? Vagy nem vagyunk elég elátkozottak, és azért nem nyílik ki nekünk az ajtó teljesen? De hát gondolom, hogy nem erre fele kell tovább haladnunk. Aha, ide be tudunk jönni. Még nézzük meg, hogy ezzel tudunk-e bármit kezdeni, nem. Szóval folytassuk is erre fel a kalandunkat. Mindig elindítom ezeket. Az összes ajtó nekünk itt zárva van. De most ennek a kattant palinak a hangrögzítőjét hallhatjuk folyamatosan. Miért mondogatja folyamatosan azt, hogy sárga? Mint hogyha tényleg teljesen meg lenne őrülve. De ő a démon baba után nyomozgathatott, és különböző feljegyzéseket hagy nekünk, amelyek remélhetőleg a hasznunkra lesznek. Mi ez a beteg hely itt? Ne csináljátok! Én mondtam nektek, hogy a csávó nagyon is be van kattanva. De Newty pedig milyen kis csillesen locsolgatja folyamatosan a növényeket. Aha. Különböző lépéseink vannak. És szükségünk lesz majd hozzá a robotunkra. Na de itt van nekünk a kulcsunk, amelyet nem tudunk felvenni, pedig azzal a kulccsal tudnánk kinyitni ezt az ajtót. De majd ilyen kulcs is kell nekünk. Aha, az a kulcs pedig ott van. Na de most valamilyen főzeteket kéne csinálnunk. Itt van ez a virág. Jön a mi kis robotunk, aki le is prézi, amelynek köszönhetően le tudom szedni a termését, és be tudom ide helyezni, hogyha pedig összekeverem a pirosat meg a kéket, akkor abból lesz nekünk egy rózsaszín folyadékunk, amelyet meg kell itatnunk a babával. Hát nagyon remélem, hogy a démoniságot le fogjuk majd venni ezzel róla, de itt a babánknak pirosak a szemei. De láthattuk, ja várjatok,
Meg is van már a kis főzetünk. És akkor, hogyha ezt megcsavartam, gondolom ide az üstünkbe fog menni a ha. Szóval láthattuk az előző részünk végén, hogy a babánk átjött ebbe a dimenzióba, vagyis már közeledett. Miért érzem, hogy most ért át teljesen? Aha! Nem tetszik, de azért valljuk be, hogy eléggé stílusos megérkezés volt ez. Hát szevasz, baba! Most te nem akarsz engem megölni? Én nagyon finomat főztem, csak neked. És ennek a bájitalnak köszönhetően bemágneseződik a babánk, és minden rátapad, és akkor hála neki tudtuk megszerezni a kulcsot, ami ott volt. Hát kihasználjuk ám itt a démon babát? No. Ennek a cumingnak a segítségével, hogyha esetleg vészhelyzet lenne, meg fogjuk tudni majd állítani, de jelenleg nem, ugyanis nincsen vészhelyzet. Bízzunk abban, hogy nem is lesz majd. Na de van nekünk itt egy sütőnk! Csak nehogy idehozzam a babát, és csak nehogy behelyezzem a sütőbe, ugyanis ilyen sütőben még nem volt. Mostanáig! Ezek után haragudni fog rám? Hát, nem tűnik rám mérgesnek, szóval jók vagyunk. Itt van még egy ilyen lejátszandó felvételünk. Fúj! Mit fog ettől csinálni? Folyamatosan fingani, aha. Hát most nagyon is elátkoztuk. Na, látod, hogyha rosszul viselkedsz, ilyeneket fog a bátya itatni veled. Szóval viselkedjen rendesen. De ha jól látom, ezért kellett nekünk ide jönnünk. Ugyanis... Aha, most már ezt be tudom csavarni. De már csak az a kérdés, hogy miért jó nekünk. Nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha ezt megnyitom. Hát szinte porszívóként kezd funkcionálni, és elkezd szívni. Várjatok! Ide 200 IQ-s taktikák kellenek, ugyanis szerintem, hogyha csinálunk még egy ilyen főzetet, ja várjatok, hát nem is kell csinálni, hát kész van. És odaadjuk a babának, a babát pedig beszivatjuk ezzel, be tudjuk szivatni, és be tudjuk szivatni! Akkor rá fog ragadni a kulcs, legalábbis a kis elméletem szerint. Ennek működnie kéne, és működik is. Hát kijátsszuk itt a rendszert. És meg is szereztük a következő ajtónak a kulcsát. Szóval menjünk is itt be. Aha. Gyere Newty. Szükség lesz majd rád. És akkor, hogyha ide rakjuk Newtyt, elkezd mozogni a létránk. Hogyha pedig leállítom, akkor megáll azon a ponton, és most pont jó helyen állítottuk meg, ugyanis ott van nekünk egy ajtónk, ő nem véletlenül nyomtatott nekünk egy gyertyát, ezzel próbál segíteni. De mit dobod le azért robotomat? Gyere csak ide! Aha, itt vannak nekünk ilyen gyertyáink. Ezt a szimbólumot én már láttam valahol. Fú, de megijedtem az előbb ettől a földgömbtől. Ezzel tudok valamit kezdeni? Aha. Csak elsőre csinál egy ilyet, de mintha ez valami látomás lett volna. Itt is van egy gyertya. És miért jók nekünk ezek a szimbólumok? Tűnj már innen, mit dobálsz? Kizárlak! Nem minthogyha nem tudna teleportálni, vagy valami. Másszunk is fel ide. Aha! Hogy négy szimbólum kéne nekünk ahhoz, hogy ki tudjuk nyitni ezt az ajtót. Míg ott van nekünk egy gyertya, meg ott van nekünk egy gyertya. Szóval...
oda kell vinnünk a létrát. Alul már megtaláltunk kettő szimbólumot, most már csak felül kell. Nyuti, merre vagy? Kedves drága robotom, köszönöm a segítséget. Hála neked. Nagyjából fogom tudni, hogy mit kell csinálnunk. Aha, az első szimbólumunk. Ez a háromszög lesz. Nyuti! Gyere csak ide! Szia! Úgy bírom ezt a robotot! És tuti, hogy még rengetegszer így random eszembe fog jutni. Na most vajon jó vagyok-e én arra a gyertyára? Vagy pedig rossz fele jöttem? Aha, rossz fele jöttünk. Szóval... Gyere, kedves robot! Megindulunk ismételten. És most... De nem már! Fú! Hagyjuk, hogy tovább menjen. Annál a pontnál. És akkor szerintem oda fog visszamenni, mondjuk most. Aha! Hát ráérzünk mi ezekre! Rám kell bízni ezt az egészet. Aha, egy kör, és benne van egy négyzet. Az elsőnk akkor a háromszöges, utána a kör a négyzettel. Gyere, Pajti. Jó. Vissza is megy. Utána pedig kéne nekünk ez a furapara szimbólum. Majd... Hol van a negyedik? Ja, itt van. Majd ez. És bízzunk abban, hogy a sorrend jó lesz. Én már megyek is fel. És akkor válasszuk is ki. Jó. Aha, hogy nem tudom kiválasztani azt, amit szerettem volna. Na de itt van nekünk ilyenünk. Aha, itt pedig ilyenünk. Sikeresen ki is tudtuk nyitni ezt az ajtót. És itt vannak azok a maszkok, amelyeket azon a festményen láthattunk. És tudjátok mi a para? Hogy a legeslegutolsó maszkunk el van tűnve. Magyarán valakin az most rajta van? És valaki azt használja? És még milyen kis emlékhely van állítva a macskának is. Aha. Ja, hogy most én teljesen máshova megyek le, nem pedig oda, ahonnan jöttünk, és sikeresen egy ilyen fotós szobába érkeztünk. Mennyire old school hatása van ennek? Mi ez a torony? Vagy a nap változott át ilyenné? Mert a látomásunkkor a földgömbben ezt láttuk mi. Folyamatosan vannak erre utalások. És még a festővásznunk tartóján is ez a szimbólum van? Hát nem szórakoztak a játék készítői, az egyszer biztos. És most le fogom tudni fotózni a babánkat. Aha. Ezt így ki tudom nyitni. És akkor ennek segítségével körbe tudok nézni, meg fotózni is tudok. De nincsen benne film. Szóval, hogyha ide bejövök, akkor innen tudok szerezni, és most már bam, le tudom fotózni. Íhi! A démonok látszódnak fényképen? Azt tuti, hogy rettentően félelmetesen néz ki rajta. De jött is a kis démon bébünk segíteni nekünk, hogy előhívjuk a fotót. Most várnunk kéne, hogy megszáradjon? Ja, hogy be kell helyeznünk ebbe a gépbe. Na, azért,
Elég előnyös lett ez. Az a legeslegfurább nekem ebben az egészben, hogy a valóságban ez el van törve meg minden, de minthogyha miközben a képet csináltam, ó! Eddig ez a szék nem ilyen volt. És az ott nekünk a babáknak a hálószobája. Várjatok már! A kamerának mindig más a képe, mint amit mi látunk a valóságban. Aha, nézzétek meg, ez a kapcsoló is ott épp még. Szóval... fotózzuk le, és hívjuk elő a képet. Hát, hogyha akkor történik valami, jobb ötletem nincsen. A bal sarokban lévő küldetésünk úgyis az, hogy csináljunk még több képet. Miért kell mindenhol a babát látnunk? Annyival szívesebben nézegetném a robotunkat. Na de ki is viszem az elkészült fotónkat, és akkor ennek köszönhetően most már megjelent itt ez a kapcsolónk. Rengeteg logikázgatás van amúgy a játékban. Már erről a virágról tett nekünk utalásokat a játék, de itt is el van nekünk pusztulva. Na de hogyha... Jajjaj, elrontottam. Én most lefotózom, és elő fogom hivatni a képet. Aha! A képen nagyon is életben van még. Szóval, hogyha előhivatom, akkor a valóságban is életben lesz. Csukjuk be az ajtót ugyanis. Nagyon nem tesz jót a fény a felvételeinknek. Remélhetőleg nem tettem tönkre. És elő fogjuk tudni hívni. Léci, legyél jó! De vajon ebből a virágból is fogunk tudni majd főzni valamit? Aha! Gyere, drága robotom! Munka van itt bőven! Hoppá, hoppá, hogy lesprézi! És itt is van a termése, amelyet akkor el fogok tudni vinni a laborba, ugyanis van nekünk itt, ráadásul nem is egy, hanem még kettő üres részünk. Szóval akkor ezen kívül is még kell majd megtalálnunk valamilyen növényt. Na de fel is töltöm ezzel a zöld cuccal. És akkor... ja, várjatok! Itt van nekünk a receptúrán, kell bele még piros is. És akkor ilyen súlyzós témánk lesz. De az miért jó, hogyha a babánk nehéz lesz? Vagy várjatok! Az elől lévő ajtót, ugye az én súlyommal nem tudtuk kinyitni. Na de hogyha a babánk nehéz lesz, akkor neki köszönhetően lehet, hogy ki fogunk majd tudni jutni innen. Na figyelj, baba! Én most adok neked ilyen nagyon fincsi üccsit, amelynek köszönhetően nagy darab lesz, és milyen puffi lett, meg milyen kis dagi. Na erre én egyáltalán nem számítottam. Rettentően nehezen bírom már vinni. De nem áll. Nagyon hamar visszaváltozik. Ja, hogy ez nem véletlenül van nekünk itt, ugyanis a duci babát is gondolom, hogy el tudja repíteni. Szóval töltsük ismételten cumis üvegbe. Úgy belassulunk, miközben visszük. Hát nehezebb lett a babánk, mint mi. Jó, siessünk. Nehogy a végén összemenjen és ne tudjunk kimenni. Mi ez a hely, ahol vagyunk? És
erről napról volt látomásunk. Lehet, hogy most világvége van. És azt éljük át ebben a gameben. Hát nagyon fura az égnek a színe. Az a küldünk most, hogy találjuk meg az utolsó virágot. És akkor ez nekünk, a negyedikünk. Mit dobálgatod a robotomat, te szemétláda? Gyere csak ide! Most meg kell állítanunk a babát. Ugyanis rettentően garázdálkodik. Kapd el, robot! Gyere ide, bam! De nem át! Hát megnehezíti itt a továbbhaladásunkat. De hogyan kapjam el? Aha! Elkaptam, jól van, nincsen semmi probléma. És ez most nekünk... Miért jó? Figyeljétek, hogy Newty mennyire ideges rá! Oda tudom neki adni, meg szerintem az ágyuba is tudom tölteni. Adjuk oda a robotnak, ugyanis kíváncsi vagyok, hogy mit fog vele csinálni. Aha, kinyomtatja nekünk, hogy töltsem az ágyuba. Milyen para démoni szeme volt az előbb? Na de most már csak meg kell gyújtanunk az ágyút. És el is repítjük minél messzebbre. Egyen meg, hogy örült neki a mi kis robotunk. Na de annak örömére, hogy megszabadultunk a nehezítő tényezőtől, gyűjtsük is be az utolsó termésünket, és vigyük is a többihez, bár az a probléma, hogy a receptúrában nekünk pont el volt szakadva a receptnél. Hogy visszateleportált, és idegesebb, mint eddig? Ez nagyon is probléma. És az égboltunk miért egyre parább? Na de ezekre a kérdéseimre már csupán a következő videóban fogunk választ kapni. Hát remélhetőleg nem fog az egész univerzumunk elátkozódni, de a robotunk meg a babánk között hatalmas viszály van, és hogyha ők elkezdenek egymással harcolni, ki tudja, hogy mi lesz abból. Hogyha bejött nektek ez a videó, és szeretnétek minél hamarabb folytatást, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban, az új csatornámmal, illetve a főcsatornámmal együtt. Ha valaki még a csengőt nem nyomta volna be, akkor mire vár, amikor elvileg értesülni fog akkor a legeslegújabb videóimról. Én köszönöm a figyelmet, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!